Szikrázó napsütésben landolt a magyar önkéntes tartalékos század repülőgépe Ferihegyen. A katonák a Louisiana állambeli Fort Polk kiképzőbázisról érkeztek, ahol az Ohiói Nemzeti Gárda egy hónapos gyakorlatán vettek részt. A hazatérő kontingenst Sándor Zsolt vezérőrnagy, a Magyar Honvédség parancsnokának megbízott helyettese köszöntötte. Beszédében kiemelte, a katonák 2 éven át készültek a feladatra, ez idő alatt a saját szabadidejüket fordították a felkészülésre, amelynek eredménye a sikeresen végrehajtott gyakorlat. Nagyon nehéz ezt a tartalékos rendszert, higgyék el, elhelyezni a Magyar Honvédség rendszerébe még mindig. Kiváló embereink vannak, kiválóan felkészült katonáink, akik most is demonstrálták, hogy milyen feladatok végrehajtására lehetnek képesek azok a férfiak és nők, akik önként vállalják a nemzet szolgálatát. Az a munka, amit önök elvégeztek, én mondtam, hogy kemény lesz. Mondtam, hogy nem a legjobb gyakorlótere az Egyesült Államoknak Fort Polk, de aki onnan visszajön, ez más emberként érkezik vissza. Saját határait túlszárnyalva teljesítették a feladatokat. Én elgondolkoztam rajta, hogy vajon mindenki meg tudta ezt volna csinálni a hivatásos vagy szerződéses állományból, és azt gondolom, hogy ha olyan felkészítést kapnak, mint önök, akkor biztos vagyok benne, de ez kellett. Az az elszántság, az a tenni akarás, az az elkötelezettség, ami önökben megvan. A tengeren túlon szerzett tapasztalatok a hazatérő tartalékosok szerint is kiváló alapot biztosítanak a lelki és fizikai kihívások leküzdéséhez. Úgy gondolom, hogy egy igazán rendkívüli helyzet lehetett részünk a magyar kontingensnek, hiszen mind fizikálisan megtapasztaltuk, mik a határaink, hiszen az időjárás különböző aspektusait megtapasztalva nehéz volt átmenni a melegből a hirtelen a 90%-os páratartalomba az esőbe, de emellett úgy gondolom nehéz volt megtapasztalni mind a fizikai megerőltetések mellett azt a mentális és lelki stresszt is és nehézséget, ami ilyenkor egy ilyen helyzetben alakul. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez egy jó tapasztalat mindenki számára, hogy mire is kell odafigyelni a következő felkészítések során.